uraim, ez egy fegyveres rablás! Múlt héten megitt a misefort, előtte megette az összes áldozati ostját, most meg ezt! Nem fog többet előfordulni. Attiláska mostantól kezdve ki van tiltva a templomból! Ebbe belebújt az ördög. Éhes vagy? Tessék! Jöjjön be! Gert, Ambrus úr. Uram? Meglehetősen zaklatott voltam múltkor, amikor találkoztuk. Nem tudom, emlékszik a nevemre. Bartos László nyomozó vagyok. Foglalj helyet. Majd szólok. Ja, igen. Odafönt már azt akarják, hogy kompjúterezzünk is. Hónapok óta ott porosodik. Én azt sem tudom, hogy kell bekapcsolni. Én már csak megmaradok a jó öreg papírceruzánál. A munkám egyik része, hogy megértsem és dokumentáljam, hogy hogyan is történtek ezek a rablások. Hol, mikor, hogyan, kivel. Érti? Igen. Információink szerint 17 rablást hajtott végre a fővárosban. Tegnapi volt az utolsó. Bankok, postahivatalok. 17 rablás az elmúlt 6 évben. 26 rablás 6 év alatt. 26?
27 kísérlet és 26 sikeres rablás. Szeretném, ha mindent elmondanám. Mi van, nem tudsz köszönni apádnak? Hol van a nagymama? Nem érek rá téged őrizni. Beszéltem a testvéremmel, mert ez így tovább nem mehet. Megmondtuk apádnak, hogy mindent megteszünk. Meg is tettük. A helyzetedre való tekintettel megtaláltuk a legjobb megoldást. Van egy akadémia. Bent lakásos. Mi megköveteljük a fegyelmet. Könyvtárból könyvet lopni nem méltó a mi diákjainkhoz. Te kleptomániás vagy. Ez egy oktatási intézmény, és nem bűnözőképző. Ki vagy csapva? Thank you.
Most talán sajnálnom kéne. Tudja, angyalusított? Ült már ugyanígy velem szemben, és mindegyik könnyes történetet adott elő a gyerekkoráról. Az anyjuk elhagyta őket, az apjuk egy seggfej volt, stb. Stb. Csupa tragédia. Más se hallgattam 30 éven át. Látná. Ambrus úr, a könnyes történet az ide nem elég. Látja azt a nagy holomaktát a háta mögött? Az mind maga. Az a bűzlő szarhalom, az mind maga. Egy átlagos ügy úgy pár aktávol áll a magáé, az itt tornyosul velem szemben minden nap. Kétszer kellett nagyobb irodába költöznem az elmúlt években. Föl alá cipeltem a maga rohadt aktáit a lépcsőn. Tudja, milyen nehezek? Kérdezze csak meg. Milyen nehezek? Kibaszott nehezek. De... az összes akta nincs olyan nehéz, mint ez az egy papírlap, amit a nyomozás végén szépen itt aláírok, és magát kurva hosszú időre lecsukhatom. Azt helyezte! Mi bazi? Mi piaca vossza no? Budakum! Nazda meg itt tibi! Marinti mosi! Nuva vaj patiás utájítsa! Nekumunk kolom! Jeho wife tátel vostru! Sute za gánku zero! Kyň! Romania merita če vám aj pun! Nekud floričeli na heste a slepuce tým facami! Lept! Stenga en prežur! Nenajte vás! Grupa doua! Pentru trângere! Ei, tăbărș! Pentru trângere! Culcat! Pregătiți arma! Asupra țintei din față! Foc cu foc! Foc! Matilla. Cei cu voi un gurme? De ce vreți mereu să
kérem. Mozgassa meg a tagjait. Holnap folytatjuk. Jöhetnek, uraim. A felesége mindig azt mondja, hogy meg kell választani a megfelelő kiegészítőket az öltözékhez, amit viselünk. Felhívott az irodában. Ki? Az erdélyi srác, aki ma reggel felhívott. Aki azt mondta, hogy kapus. Hozott magával cuccot? Én szerintem semmi sincs, csak az, ami rajta van. Szerezz egy korcsolyát és küld a jégre, megnézem, mit tudsz. Ja. Te meg a fasz keresel itt! Miért nem az edzőteremben vagy? Szarni voltam, Gyuri bá. Majd én szarok neked akkorát, hogy beszarsz, bazd meg! Ha elaludta a WC-t, szarni meg jégre, vagy mi van? Olyan vagy, mint a bója. Na, jó pár éve nem játszottam. Nem lehetett. De keményebben fog dolgozni bárkinél. Jó. Szóval az ajánlat a következő. A kapusunk egy darabig nem tud délelőtti edzésekre jönni. Beállhatsz, amikor nincs itt.
A játékért sajnos nem tudunk fizetni. Viszont fölvennék valakit, aki karbantartja és kipucolja a felszerelést. A sportolók kollégiuma tele van, de családomnak van egy kis lakása, ami nincs kiadva, ott elcsöveszhetsz addig, amíg kitalálunk valamit. Miért segít? Az apám csíkszép vízi volt. Ez csak átmeneti megoldás. Elbaszod, vége. Tolvaj, láttam, hogy elloptad. Mit mondtál? Láttalak, ott ültem, láttam, amikor elloptad. Miről beszélsz? A szívemről. Elloptad a szívemet. Remélem, több sikered lesz ezzel a béna szöveggel legközelebb. Figyelj, nagy hibát követsz el, mert... Mit akarsz? $1,000,000 és a telefonszámodat. Hát az egyik még bejöhet. Lottoz. Legalább a nevedet mondd meg. Ha legközelebb találkozunk, majd megmondom.
Nagyon ügyes. Hát te vagy az. Mi meglepő? Fordítva fogod az újságot. Attila vagyok. Kata. Szia, Kata. Megkifadtak egy italom, én szomja hallok. Hát, ez kedves volt. Élveztem a kis történetet, nagyon érdekes volt. Kemény román gyerekkor. Bocsánat, Erdély. Vonat, szerelmi szál. Szóval, ha jól értem, akkor úgy általában kezdtek jól alakulni a dolgok. Új barátokat talált, lányok után jár. Szóval úgy jól ment minden. Jól. És? Hol romlott el? Kíváncsi vagyok, hogy hol kezdődött ez az egész nagy szarság. Papírokra volt szükségem ahhoz, hogy egy jól fizető állást találjak. És? Ha egy új országban egy új papírokat kap. Ahhoz, hogy dolgozhasson, engedély kell. Még ha itt is született, akkor is be kell szerezni mindenféle papírokat, meg engedélyeket. Mindezt csináljuk. Magának miért tört bele a bicskára? Mit gondolt? Magára nem vonatkoznak a szabályok? Na, már megint. Munkavállalási engedélyért folyamodik, vagy állampolgárságért folyamodik? Mindkettőért. Ebben az esetben beszélnie kell egy bevándorlási tisztviselővel, úgyhogy jöjjön vissza 2 hét múlva. Ezeket a nyomtatványokat töltse ki, és hozza magával az összes román okiratát, lefordítva, hitelesítve, és egy szándéknyilatkozatot attól, aki majd alkalmazni fogja. Ezen kívül szükség van még egy orvosi igazolásra, ami tartalmazza az összes oltását, valamint a betegségeit, különös tekintettel a fertőző és a ragályos betegségekre, lefordítva, hitelesítve. Kell még egy igazolás arról, büntetlen előéletű, lefordítva, hitelesítve, amennyiben büntetett előéletű. Úgy az összes dokumentumra szükség van, ami az elbocsátásáról szól, lefordítva és hitelesítve, valamint egy hivatalos pszichiátriai nyilatkozat arról, hogy visszatérhet a társadalomba. Lefordítva, hitelesítve. Következő! Kaphatok egy kólát? Igen. Jó estét, kedves uram. Kaphatok egy nagy adag pattogatott kukoricát és 2 kólát a legfinomabb éváratból? Csak vicceltem. Lesz még valami? Nem csak a nagy kukoric és a 2 kicsi kóla. Ötszázot múlott? Nálam van pénz, ha... Nagy is, majd, de... Majd én. Kifizetem a magamét. Nem, én nem vagyok szomos. Még egy 100-as kéne. Szavaz, Zero! Akarok kérdezni valamit. Mit?
Említettél valamit a múlt héten? Van egy rokonod a belügyminisztériumban. Nem az enyém. Csajom nagybátyja. Szeretnék állampolgársághoz folyamodni. Nincs meg a fele papírom, semmi szabad. Arra gondoltam, kellene egy kis segítség. Patti, figyelj! Én nem ismerem jól ezt a faszit. De Miki bácsi nem olcsó. Bármilyen segítség, nagy segítség volna. Jó, megkérdezem. Szeretnék kérni tőled valamit. Na, mi kell? Kölcsön kellene. Aha. Hívjál csak Miki bácsinak. Jó kép. Úgy látom, úgy 50 000 hiányzik. Tudom, de csak ennyit sikerült összeszednem. Hát, ez nem elég, hogy megolajozzuk a gépezetet. Hogy beinduljanak a fogaskerekek. Arra gondoltam, hogy esetleg dolgozhatnám a maradékot. Mire gondolsz? Hogy kiviszed a szemetet? Vagy lenyírod a füvet? Nem hinném. Kérem. Szükségem van a segítségére. Mindent megteszek, hogy beinduljon a dolog. Hát, megnézem, hogy mit tehetek. Hívjam föl. Legszívesebben benéznék minden lakásba, hogy megtudjam, ki mit kíván az új évre? Kívánhatok bármit. Szabadságot az egész világon. És békét. Olyan békességet, ahol a gyerekekből rendes és tisztességes felnőtteket nevelhetünk. Megszakítjuk adásunkat, rendkívüli híradó következik. Meghalt Nikolaj Ceausescu. Az önmaga által a Kárpátok géniuszának tartott kegyetlen diktátort a román rendkívüli törvényszék ítélete alapján 14 óra 50 perckor kivégezték. Vaskézzel vezette az országot, és úgy gondolta, dicsősége örökké tart. Nevéhez több ezer ártatlan ember vére tapadt. Énnek így kell történnie. Ezek után most már csak ez lehetett a vége. Már pesgőztünk is el a munkahelyen. Tényleg? Igen. Mivel az utolsó bástyája is leomlott Európában, a sztálini diktatúrának vagy annak az utódjának, én bízom abban, hogy most már tényleg egy szabadabb élet jön, amely gazdaságilag rettenetesen nehéz lesz. De más a szabadon lélegezni, és úgy tudni azt, hogy ezen a nehézségen.
mondtam neki. Kezed van, disznó. Láttad? Most pedig megiszünk 16 kisfröccsöt 8-szor tisztán. De milyen volt a murája? Miki bácsi! Menjetek, mindjárt jön. Te meg mit keresed itt? Követsz? Nem. Próbáltam hívni, de nem sikerült. És ezért váltál meg a munkahelyem előtt? Bocsássa meg, de kéne már az állampolgársági papír. Te mit gondolsz, ki a picsa vagy te? Senki, csak hát azt mondta segít. Továbbítottam az ügyedet. Nem tudom, mit mondjak. Nem értesítettek? Kik nem értesítettek? Ráthívom a rendőrséget, és kitoloncoltatlak, ha még egyszer követni mersz. Megértetted? Szia! Szia! Hozzá menj! Attila azt mondja, hogy lemehetnénk a szülővárosába nyáron. Aztán kocsival délre, néhány napra a Fekete-tengerhez. Hát ez nagyon messze van. Erdély is messze van, de a Fekete-tenger még annál is sokkal messzebb. És hogy akartok menni? Van autója, Attila? Nincs, asszonyom. Most éppen nincs. De majd veszek, ha összesporoltam rá a pénzt. Hokizásból. És a szülei? Ők még odaállt vannak? A szüleim nem igen voltak jelen az életemben. Hogy? Anya. Semmi baj. Anyámat szinte nem is ismertem. Elég hamar elhagyott minket. Az apám meg... Érdekes volt a viszonyunk. Úgyhogy nagyanyám nevelt haláláig. És amíg nem hívtak be a seregbe, addig az intézetben voltam. Most meg itt. Lányunk okos, gyönyörű és kedves. Nem sokára befejezi az egyetemet. A ragyogó jövő előtt áll. Minden lehetősége megvan, hogy sikeres legyen az életben. Maga, mit tud ajánlani neki? Egy román... Papírok, tervek, pénz és a jövő nélkül. Magyar vagyok. Ha maga mondja.
Legtöbbjüknél elszakad a célna egy idő után. Négy betonfal, néhány patkány, meg svábbogár. Hát igen, az nem sok reményen kecsegtet. Amikor rájönnek, hogy annyi, általában kibuknak. Vagy felkötik magukat. Mindenkinek kell találnia valami hobbit, nem igaz? Pontosan. Ezt mondom én is mindenkinek, aki ezen a széken él. Itt bent rengeteg lehetőség van, hogy valami szakmát tanuljanak. Ott van például ez a kerámia, vagy hogy is hívják, fazekasság, agyagozás. Biztos. Ezt látom magamat, hogy 10 év múlva kis tampókat, meg kis tányérokat árulok egy vásárban, ha kikerülök innen. Ha kikerül. Miért beszélj róla, mintha valami rossz dolog lenne szakmát tanulni? Tudja, vannak, akik legalább létrehoznak valamit. Maga mit csinált? Csak elvette, amit mások hoztak létre. Én azt hiszem, kétféle ember van. Az egyik alkot, a másik rombol. Szerintem mind a ketten tudjuk, hogy maga melyik. Amit csináltam, azt jól csináltam. Ez egy fegyveres rablás. Na. Mi van? Szerbazeg! Mozgás ide a pénzzel! Menjenek be! Ez is szerelmére! Menjenek már be! Thank you.
Itt a maradék. Most már elég kell legyen, hogy megolajozza a gépezetet. Gondoltam, hogy csak időkérdés, és felbukkansz. Makacs erdély. Gratulálok. Most már magyar állampolgár vagy. Szívesen. Tank tele? Tank tele. Jó utat. Szia. Szia. Na, ezek én. Kösz. Nasz ki? Csoporttársam. De miért érdekel? Hónapok óta nem láttalak, eltűntél. Csak... nem tudtam, hogy akarod-e. Azért, mint a szüleim bunkók, neked még nem kell utánozni őket. Ez mi? Nyisd ki. Ez gyönyörű. Kiraboltál egy bankot? Hello, fiúk. Te ravasz róka. Prostituált lettél, vagy mi van? De figyelj, hány farkot kellett leszopni, hogy ezt megvedd? Medvebőr, barátaim. Medvebőr. Megveszed az öreg vadászoktól odahazzait, meg eladod 1000% felára. Mennyit keresel egy ilyen bőrön? Attól függ, mekkora a medve. Ha? Megyek hozzá a héten. Hozzak neked egyet? Medvét hozzál. Nekem is ilyen nem lesz. Persze. Rengetegbe kerül, igaz? Nem ízlek. Nem, nem, nagyon finom. De ez a hely nagyon drága. Honnan van ennyi pénzed? Tudod mit? Nem is akarom tudni. Medvebőrből. Import és eladás. Otthonról hozom, itt megeladom. Medvebőr? Medvebőr. Ami sem mosolyod. Biztosan rossz gyerek voltál.
gyorsan elmegy, mi? És akkor elkezdte szervezni a következő adást. Igen. Könnyen ment. Odaadták a pénzt. Senkinek nem esett baja. Mi? Senkinek nem esett baja? És ön szerint ez fedi a valóságot? Sohasem bántottam senkit. 27 alkalmam lett volna rá, de soha. És a nők? A nők, akiket bezárt a WC-be. Nem tudhatták, hogy kijöhetnek-e élve valaha. Nem tudhatták, hogy nem lövi ki rájuk az egész tárat az ajtón keresztül. És a számtalan biztonsági őr, akiket fegyverrel fenyegetett. Mi? Szerintem igenis bántott embereket. Lehet, hogy nem fizikailag, de bántott. Föld, Egyiptom, Marokkó, Tunézia, Seychelles-szigetek, Dominika, Tahiti, Kanada, Törökország, Sri Lanka, Maldív-szigetek, Görögország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Svájc, Németország, Spanyolország, Dubai. Dubai. Csak a reptéren jártam. Én a legtöbbet ezek közül, a helyek közül még fényképen se láttam. Kajapia,
drága autók, utazások, csajok. Mondhatjuk, hogy ezekre szórta el a pénzt. Ez főleg utazásra. Vicces. Nem furcsa. Nem utazhattam. Mert maga annyira élvezte az utazgatást. Elnézést. Mosassam. Na, nézzétek ki tisztelt meg a jelenlétével. Ahhoz nem játszol elég jó, hogy ilyeneket engedj meg magadnak. Tudom. Igen, többet nem fog előfordulni. Legközelebb kiteszlek a csapatból. A fiam. Velünk fog játszani ebben a szezonban. Ambrus Attila. Örülök, Bota Géza. Isten adott a csapatba. Kösz. Na, még egy széria. De megköszönjél már a futógépnek. Gondolom, magának is volt otthon egy ugyanilyen gyűjteménye, igaz? Nem pontosan értem, mit kérdez. Elhitte, amit magáról mondtak. A televízió, az újságok. Elhitte azt a rengeteg baromságot, amit összehordtak. Hogy maga tulajdonképpen egy kibaszott hős, egy kibaszott celeb, ja, és ez a kedvencem, egy kibaszott 20. századi Rózsa Sándor. Kellett a pénz. Eleinte lehet. De ez valami egész mássá változott a maga beteges felfogásában. Úgy állítja be, mintha ez valami nemes küldetés lett volna.
A szegény elnyomott kisebbségekének semmilyen más lehetőség nem adatott meg az életben a kis ember, aki harcol a korrupt rendszer ellen. De a meglátásom szerint ez az egész szarság sokkal inkább az egójáról szólt, mint a pénzről. Nem nőknek pia kellett, hanem a figyelem. A figyelem, amit addig a szaros kis nyomorult életében soha nem kapott meg. Most végre népszerű lett. Lett valaki. Ez mozgatta végig. Senki se akar kis fogaskerék lenni a nagy gépezetben. Ki akar egy lenni a sok közül? Hát, eddig most itt egy lett a sok közül. Egy cellalakó. Gratulálok. Vigyék ki! Hozzál már nekem egy kibaszott villát! A rendőrség sincs különösebben elájulva a viszkis szárolásától. Kutyája miatt elkapott szokatlan humánus gangster sztár népszerűsége és szenzációértéke nem ismer határokat. Már most sejthető, hogy valamennyi kisrác viszkisre fog öltözni a farsangi bálokon, hogy többféle filmforgatókönyv van tervben éve, hogy hamarosan kézről kézre adják majd megjelenő albumját. Kurva anyát! Magyarul, hogy nevével és arcával minden pénzét esznek, ami csak eladható. Valahol, különböző országokban különböző szavakat használnak a pénzszerzésre. Az amerikaiak például csinálják a pénzt. A franciák nyerik. Mi magyarok? Keressük. Nem igaz? Mind másképp jut pénzhez. És neked melyik tetszik? Mit szólnál az elvennél? Elvenni? Nekem azt tetszik. Azt a retkes büdös kurva. Nagyobb bankokra akarok ráhajtani. De a nagyobb bankban többen vannak. Kell valaki, aki figyeli az ajtót és az embereket. Mikor kezdjük? Várjál. Erre egy csomó mindent át kell beszélnünk. Toljuk meg. Ugye tudod, hogy ez mennyire veszélyes?
további szép napot, hölgyem. Szép napot, az egy bankrablás. Az élet nem ér ennyit. Feküdj már le, bazd meg! Egy-kettő. Na, dobjál egy hasas, de nagyon gyors. De mit állsz itt kurva keményen? Azt egy jön a busz, nem jön. Ugorjál, csak úgy, mint otthon anyura. De szépen beszéljen, fiam, mert én idősebb vagyok. Kemény. Nem mondom még ez a hülye. Gyere már! Gyere, megyünk. Szevasz. Senkinek. Nem vagyok hülye. Biztos. Oti, bazd meg. Nem köpök. Igen. Menjünk már be. Menjünk már be a faszba. Menjünk már be, baszd meg. Nem maroszol, hogy bemegyünk, baszd meg. Nem, hogy ki is jöjjünk. Ezt a maga helyben nem tenném. Tudja, társul, nem teljesen kompett el a földre. Mindenki le a földre! A földre mindenki! Ez egy bankrablás, és senki nem mozdul meg, ameddig azt nem mondom, hogy lehet. Nyisd ki! Nem! Nyisd ki, baszd meg! Nem viccelek! Te! Én? Te vagy az igazgató?
Igen. Akkor te baszd meg! Gyere szépen. Liski. Nem lehet. Tudj meg, Liski! Meg van tiltva. Az igazgatóság utasítása szerint csak akkor nyithatom ki a páncéltermet. Bankrabás esetén, ha a tettes lelő valakit. Benne a veretkezdeimben. Ha kinyitom ezt az ajtót, kirúgnak. Sohasem találok még egy ilyen állást. Inkább lőjön le és halljad meg itt, mint hogy az utcán halljak éljen. Menjünk már! Megyünk! Fürdőben vagyok. Mit tettél ilyen sokáig? A város másik végében voltam. Van pár üvegszelenk a nyakamban. Kiszednéd?
Mi történt? Tudom, itt ne. Mondd inkább, hogy medvebőr. Ezt rejtsd el. Igen. Jó reggelt, Attila. Szeretnék tisztázni valamit. Az 1999. szeptember 27-i rablással kapcsolatban van itt néhány vádpont. Többszörös rablás. Mi az, hogy néhány vádpont? Többszörös rablás? Az nem csak egy bankot raboltunk ki. Az ő fegyverének elvétele egy vádpont, a bank a másik. De akkor is csak egy rablás volt. A bank egy cég, a biztonsági szolgálat, akinek az őr dolgozott, egy másik, az két külön vádemelés. Tehát többszörös rablás, többszörös vád. Valamint gyilkossági kísérlettel is megvádoljuk. Most vicce. Gyilkossági kísérleten. Soha nem próbáltam meg embertölni. Jó, szavát ne feledje. Menekülés közben az ajtón keresztül rálőtt az odaérkező rendőrökre. Ez nem igaz. Nem találtam a kulcsot, a zárral lőttem, hogy kinyíljon az ajtó. Ez itt nincs rendben. Kezdettől fogva együttműködtem magukkal. Mindenbe vallottam. 16 rablást tudtak volna csak rám verni. Bevallottam a többit is. Mit beszakszik velem? A rendőrök a jelentésükben azt állítják, hogy rájuk lőtt. Nem az árra. Ez nem igaz. De ezt tudja maga is. Gondoljon, amit akar. Akkor is megvádolom gyilkossági kísérlettel is. Készen állok. Mielőtt bármit csinálom, meg kell állapodnunk valamiben. Amit akarsz, barátom? Mondjad. Múltkor azt hittem elkaptak. Múltkor szétváltunk. Túl gyors vagyok nekik. Ez nem vicc, bazd meg. Valami baj van és elkapnak. Meg kell ígérnünk egymásnak, hogy egy szót sem szólunk a rendőröknek. Jó. 3 órán át. Oké. Okay. 3 óra. Ennyi idő elég a másiknak arra, hogy eljusson a határig és eladja az országot. Oké. Okay. Figyelsz rám, bazd meg! Mondd, hogy nem fogsz beszélni 3 órán át. És komolyan mondjam ezt? Jó, nem fog beszélni 3 órán át. És? Most gyűrűt is váltunk? És fogjuk egymás kezét? És együtt járunk pisázni a budiba, mint a csajok? Thank you.
utcán! Hajtottasz meg! Hát ide a kulcsot! Hát ide a kulcsot! Bakrablás! Vigyek ki a földre! Szervusz.
Maga az, akit viszkis rablónak neveznek. Jobbajára beszél. Nem. Nem én vagyok. Tudjuk, hogy ketten voltak. A társát akarjuk. Ki ő? Hol lakik? Merre tart? Kaphatnék mégis egy cigit? Meg volt a lehetősége. Társad. Hol lakik? Hová tart? Akkor folytassuk. Továbbra is keresik a Koblicska utcai bankrablás másik elkövetőjét, akinek társát már elfogták a kapcsolatban. A helyszínen tartózkodók személy leírása alapján egy 20-30 év közötti magas borostás férfit keresnek. Tankolással egy 1500. Hogy hívják? Hol lakik? Hová tart? Hány óra van? Gyertek ki! Hozd be a lámpát! Időt akar nyerni? Állítsátok át az órát a másik szobában, mondjuk 2 órával előbbre. Aztán majd átviszünk oda. Itt a sötétben ülve se fogja tudni, hogy 15 perc telt el, vagy 15 óra. Kér egy cigarettát? Aha. Hozzátok. Vedd le a bilincset. Menjetek ki. Jó estét, az útlevelét kérem.
Higgy el, én is unom. De mi a neve? Hol lakik? Hová tart? Hány óra van? Fél 9 múlt. Biztos, hogy jól jár. Szerintem egy kicsit késik. Ambrus Attila? Legyen szíves, kövesse azt az autót és parkoljon le ott az épületnél. Van magánál fegyver? Lassan. Kísérhettük figyelemmel a munkáját. A viszkis, mert róla van szó, már-már szórakoztató módon cicázott a rendőrökkel. 1967-ben született Csíkszeredán, a tegnap őrizetbe vett Ambrus Attila, ismertek nevén a viszkis, akit több nagy pénzintézet kifosztásával gyanúsítanak. Ambrus a rendőrség információi szerint 1988-ban szökött Erdélyből Magyarországra, és az utóbbi években a Dózsa Hoki Egyesület kapusa volt. Ő és játékostársa Bota Géza feltételezhetően eddig több mint 10 bankrablást hajtottak végre. De a rendőrök és határőrök együttműködésének köszönhetően egy zsák pénzzel és a kutyájával bukott le Ambrus, miközben szökni próbált a határon. A viszkis üveget már csak a rács mögül nézegetett. Bántottak, ugye? Nem.
ügyvédet kell fogadnom. Egy jó ügyvédet. Kell a pénz. Miről beszélsz? Pénzről, amit adtam. Szükségem van rá. Nincs pénz. Hisz, hogy nincs. Odaadtam a táskát. Abban volt a pénz. Nincs pénz, Attila. Megkötötted? Várj, ne menj még, kérlek! Majd kitalálunk valamit. Sajnálom, én ezt nem bírom tovább csinálni. Nem, hogy az faképnél. Szükségem van rád! Segítened kell! Kata! Még most is azt állítja, hogy Kata nem tudta, hogy mit csinál. Azt hiszem, több kérdésre nem akarok válaszolni. Mi a baj, Attila? Elvitte a cica a nyelvét. Vagy végre megérezte a helyzetes súlyát? Nem. Nem végre rájöttem, hogy magát nem érdekli, mi történt. Magát az a történet érdekli, amit hallani akar, nem az enyém. Ez nem fair. Nem fair. Én sohasem akartam senkit sem megölni. Beszélgessünk arról, hogy mi az, ami nem fair. Elvesztettem a családomat. A feleségem lelépett egy nyálas, üres fejű könyvelővel. Egy kurva könyvelővel. Persze, a gyerekeim szerint én vagyok a hibás. Nem is állnak szóba felem, de tessék, ez az, ami nem fair. Meg, hogy magát a kurva média úgy kezeli, mint valami hős. Ez az, ami nem fair. Hogy magában töltöm a születésnapomat, mert már semmi nem maradt, bassz meg az életemből. Ez az, ami nem fair. Ha van igazság a földön, akkor én bebaszlak téged egy kurva cellába, azt ott fogsz rohadni, bassz meg, amíg meg nem dög lesz. Sikerlény, fasz a gyerek! Ne igyon viszkit! Nyugodtan verél rám az összes kohortvádat. Nem számít. Én tudni fogom, hogy hazudik. Kérem, én hazudok magalok. Mindenkinek van baj a füle mögött. Thank you.
Dan! Nyomozó úr! Hozza be nekem az Ambrust! Ekkor döntött úgy Ambrus Attila, hogy 27 bankrablással és a fogság 176 napjával a háta mögött búcsút vesz fogvatartóitól, és újból munkába áll. Engedélyt kapott arra, hogy a fogda belső udvarán sétáljon, de ekkor hirtelen átmászott egy kábeleket csavart bokából, vérző kézzel és kibicsaklott bokával elindult a Margit híd felé. Ott villanott. Utána az őrök felfedezték a szökést, több mint 100 rendőr keres tartozott. Több rendőr miatt felfüggesztettek, illetve mézelre emeli az Ambrus Attila kézre kerítés. Budapesten már délelőtt lezárták a kivezető utakat. Kell a helikopterrel, szó szerint hajtóvadászatot indítottak. Vadász hajszafolyik a Viszkis rabló után, aki egy héttel ezelőtt újabb elképesztő fricskát adott. Ez ideig nem, hogy Magyarországon, de még a világon sem volt példa arra, hogy még élő, sőt szökésben lévő köztörvényes bűnözővel reklámoztak volna bármely termék. Információink szerint a rendőrség a Vila Mercedes-t üldözi, keresi, amiben Ambrus Attilát látták ülni. Időközben Zuglóban elfogták a Viszkist. Azt hiszem, hogy a rendőrökön egyértelműen látszik az előbb jele. Az akcióban nem kevesebb, mint 60 kommandós és nyomozó vett részt. A mitosznak, amit a Viszkis maga köré épített, ezzel valószínűleg vége. Idők legnagyobb kaliberű magyar bankrablója bevonult a kriminalisztika történetébe. Hát kérem, ő volt a Viszkis. We'll be right back.
Thank you.